Szeretettel köszöntünk mindenkit, átadom a szót Markó Bálint rektor helyettes úrnak, hogy köszöntse a jelenlevőket. Kedves jelenlevő, kedves meghívottak, és legfőképpen kedves Varga Máté, akinek külön köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és megtisztel minket előadásával. Örülök, hogy ilyen szép számmal kapcsolódhatok az előadásunkhoz, ez az előszoba, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia biológia szekciójának felvezető előadássorozata mi is az előszoba kezdeném ezzel, ahogy szoktam. Ugye ez egy átmeneti állapot mondhatni, belépünk egy lakásba, és azon túl gyakorlatilag szinten már rögtön bent is vagyunk a lakásba, de van egy kis tér, ahol még letesszük a kabátunkat, ahol két szót váltunk, ahol megállunk egy pillanatra. Látszólag ilyen jelentéktelen térről van szó, valójában egy tudományos konferenciánál az előszoba a nagy teremnek, a látszólagos legfontosabb helyszínnek a felvezető tere az gyakorlatilag szinte főszereplővé tud válni. Igazából konferenciára járó emberek azt is vallják, hogy a legjobb beszélgetések mindig ebben az előtérben zajlanak, azért, mert itt lehetőségünk van megismerni, külön fókuszálni, egy-egy kutatóra beszélgetni vele, kicsit másként megismerni, mint ahogy egyébként mondjuk a pódiumon lehetne. Itt születnek a jó együttműködésre az ötletek, és természetesen itt fogannak meg olyan gondolatok is, amelyek nem biztos, hogy egyébként, hogyha a beszélgetésekre nem gerülne sor, akkor megfogannának. Ezzel persze nem kisebbíteni akarjuk a nagy előadó teremnek az érdemét, ugyanúgy, ahogy nem kisebbíteni akarjuk az OTDK érdemét sem, hanem kifejezetten azt szeretnénk, hogy a május 3 -a és 6.-a közök sorra kerülő online biológia szekcióra egyfajta felvezetőképpen ez az előszoba rácsatlakozva, mint egy, ha, mint egy csinálóként uh, uh, felvezetni a, az OTDK-ra jelentkezőket, egy uh, mondhatni, beizítaná a, a, tudományos gondolkodást és az előadást módot. Um, ebben az évben tehát a biológia szekciót a Kolozsvári Bábe tudomány szervezi, és hát az előszoba keretében Erdélyből elszármazott, vagy Erdélyben dolgozó kutatókat lehet meghallgatni, akik, a, ha lehet ezt mondani, a biológia, ökológia teljes diverzitását felmutatják előadásaik révén. Én külön örülök, hogy Varga Máté elvállalt ezt, a, ezt az előadást. Tudni kell róla, hogy nem idegen tőle Kolozsvár és a Bábesbújai Tudományegyetem, hiszen jó néhányszor jött már akár nyári egyetemünkre, akár oktatóként speckolókat tartani, fizikailag többnyire, és hát azt hiszem, ez az első alkalom, hogy online-ban köszönthetjük őt, de én nagyon remélem, hogy hamarosan majd újra szemtől szembe tudunk majd beszélgetni tudományról, tudománypolitikáról és mindenféle egyéb másról. Arra kérek mindenkit, hogy a, a, a kérdéseiket azt a, a Facebookra kommentként fogalmazzák meg. Nagy szeretettel várunk minden kérdést, ezeket a végén majd be fogjuk olvasni, és én most felkérem Varga Mátét, köszöntve őt, hogy vegye át a képernyőt, vegye át a szót, Máté, hallgatunk téged. <coughs> Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és valóban egy kicsit szokatlanabb médium ez, mint ahogy általában Bálint találkozni szoktunk. Közben itt előkeresem az előadásomat is, és visszamegyünk az elejére. Egy visszajelzést kérnék szépen, hogy látszik-e megfelelően a előadás. Igen. Igen, köszönöm szépen. Jó, hát köszönöm szépen tényleg a meghívást, és megválok valami olyasmiről beszélni, ami, ami talán még eddig nem volt ebben az előszoba előadás sorozatban. És ugye előttem már voltak, akik állatokról beszéltek, voltak, akik betegségekről beszéltek. Én egy kicsit összehoznám ezt a kettőt, és arról beszélnék, hogy különböző betegségeket hogyan lehet modellezni genetikai modellszervezetekben. Konkrétabban egy ben ez pedig a zebra dán jó lenne, amivel mi is dolgozunk a csoportomban. Úgyhogy ez is a szíme az előadásnak, hogy élni mint hal a vízben, és emberi monogénes betegségeknek a hal modelljei. És mikor belevágunk egy ilyen típusú előadásba, akkor ugye mindig jó, hogyha tisztázzuk, hogy miről is szól majd az előadás, és hogy mik azok a betegségek, vagy hát azok a genetikai betegségek, amikről Ebben az esetben beszélnék, és hát ugye a mendeli öröklődő betegségek talán azok, amik mindenkinek mondanak valamit, mert ez az, amiben általában a középiskolai tankönyvekben is találunk példákat. Tehát ugye ezek azok a példák, amikor azt tudjuk elmondani, hogy mondjuk, hogy ha van egy hordozó szülőpárunk, ahol a látszólag az apa és az édesanyja is mind a ketten egészségesek, de valamiért mondjuk egy recesszív, mert öröklődő betegségnek egy hibás allélját is fordozzák, akkor az ő gyerekei közt körülbelül 25%-ban, vagyis egy negyed arányban jelenhetnek meg olyanok, akik maguk is betegek lesznek, mert mind a két szülőjüktől annak az adott génnek a hibás recesszív allélját fogják örökölni. Ugye a legtöbb esetben ezek eléggé súlyos betegségek, így is figyeltek fel először rájuk, tehát az itt ezen a konkrét példán megjelenő beta a beta-globin génnek az egyik betegsége, ami általában vérszegénységet vagy ahhoz hasonló tüneteket okoz, az nem is a súlyosabb tünetek közé tartozik, de már ez is olyasmi, amit könnyen fel tudunk ismerni, mert a tünet együttes az nagyon markánsan és, hát, ahogy mondani szoktuk, mendelien fog öröklődni. Amit viszont általában tudunk, hogy az ilyen erős hatású, gének, amelyek Mendelien is öröklődnek, az azok által okozott betegségek azok valójában elég ritkák. Tehát itt ugye látszik egy fajta fordított korreláció van, közt, hogy mennyire gyakori egy típusú allél a populációban, mennyire gyakran fordul elő egy mutáns verziója egy génnek egy populációban, és hogy mennyire erős az a fenotípus, amit, hogyha egy homozigóta egyedről beszélünk, de valakire, aki mind a két szülőjétől a hibás gént örökölte, abban mennyire erős tüneteket látunk és hát az igazi mendeli öröklődésű betegségek azok általában ritkák, míg azok a betegségek, amikkel napjánban többször találkozhatunk, vagy általában találkozhatunk az életben, mert majdnem biztos, hogy az ismeretségi körben is lesz, aki mondjuk cukorbeteg, vagy valamilyen hasonló más betegséget, ben szenved, akkor a, ezek a betegségek ezek nem monogénes, nem egy géntől függő, hanem általában bonyolultabb betegségek. Ennek megfelelően a modellezésük is sokkal bonyolultabb. Úgyhogy én most az egyszerű dolgoknál maradnék, és arra mutatnék be néhány példát. Hát még arra kitéve, hogy hát ugye a ritka is egy relatív fogalom, és ez itt egy ilyen európai nagy összefogásnak a gyűjtődiájából e, merítettem egy kis ikletet Tehát látszik, hogy e, ugye e, ritka betegségnek nevezzük definíció szerint azt, ami kevesebb, mint egy e, a 2000-hez gyakorisággal fordul elő a populációban, de hát ezekből is van vagy 6000, és ez azt jelenti, hogy csak Európán belül, az Európai Unión belül 30 millió embert intenek ilyen-olyan módon ezek a ez úgynevezett ritka betegségek. Tehát a ritka betegségek sokan vannak, és összességében azért nagyon sok embert érintenek. Ennek megfelelően, ugye egy nagyon erős hát hogy is mondjam, akár gazdasági oka is van annak, hogy ezekkel a betegségekkel sokat foglalkozunk, hogy megpróbáljuk ezeket a betegségeket valamiképpen meggyógyítani, vagy legalábbis a tünetegyütteseket enyhíteni. Ami ez, ez nagyon fontos, hogy megértsük egyáltalán, hogy hogyan is jutunk el attól a ponttól, hogy van egy hibás kérünk, egy valamilyen fajta mutációnk, az adott betegségben megismert tünetegyütteshez. És hogy ennek a fontosságát talán jól mutatja az is, hogy a, most a napokban körvonalzódó Horizon Europe programcsomagban, ami az EU-nak a tudománypolitikáját fogja a következő egy évtizedre meghatározni, egy nagyon erős pillér lesz az, hogy ritka betegségekkel lehessen kutatni, vagy azokkal kelljen foglalkozni. Na most hogyan lehet ezeket a betegségeket kutatni? Hát ugye részben is vannak orvoskollégák, akik emberekben próbálják megérteni, ahogy hogyan jönnek létre a tünetek, de egy másik lehetőség, hogy különböző genetikai modellszervezeteket hívunk segítségül, és ezekben létrehozunk valami hasonló tünet együttest, és akkor megpróbáljuk megérteni, hogy ez hogyan jön létre, illetve hogy ez hogyan korreláltatható azzal, amit emberben látunk. És az egyik ilyen nagyon népszerű és elterjedt modell élőlény az utóbbi években a zebra dánió vagy zebra hal néven futó halfaj, amit azért is szeretünk, mert hát lehet látni, hogy nagyon nagy része a génjeinek, az gyakorlatilag egy az egyben megfeleltethető az emberi géneknek, például ugye ez a OMIM adatbázis, ez az Online Mendelian Inheritance in Men, ez gyakorlatilag a Mendelian öröklődő betegségeknek az adatbázisa. Ebben az esetben az ott felsorolt géneknek több mint 80%-a egy az egyben megtalálható egy zebradánióban. És hát a zebradánió genom hasonlósága az csak az egyik dolog, azért végül is mégis csak egy kicsi gerinces élőlényről van szó, amelynek nagyon sok szerve, szövettípusa ugyanolyan, mint ami bennünk is van. Tehát, hogyha elrontjuk a megfelelő gént, akkor nagyon nagy eséllyel a megfelelő szervben, illetve szövetekben fogunk valamilyen változást látni. És akik már hallottak beszélni erről, akkor nem lesz meglepő, hogy mindenképpen fontosnak tartom, hogy azért, hogyha már Zebra Dánióról beszéljünk, akkor beszéljünk arról is, aki egyáltalán egy fontos modellélő lényét tette, a Zebra Dániót, ez pedig a képen is, hát itt ezen a képen, balra látható ebben a kék rövidújú ingben George Streisinger, aki annak idején még Streisinger Györgyként látta meg a napvilágot 1927-ben Budapesten, és később került ki az Egyesült Államokból, nagyon sikeres genetikai karrier futott be, és tényleg gyakorlatilag ő egy személyben felelős azért, hogy felfigyeltek annak idején arra, hogy a Zebrandiúból tulajdonképpen egy nagyon hasznos modellorganizmus lehetne csinálni, és itt felsorol számos előnyét ennek a modellrendszernek, hát gyorsan csak találomra kiemelve néhányat, ugye viszonylag rövid a generációs idő, nagyon sok ikrát laknak a nőstények, és ezek mind ugye a testen kívül fejlődnek, tehát a fejlődés legelejétől fogva könnyen megfigyelhető ezek az állatok. Viszonylag átlátszóak, ezért mikroszkóppal nagyon jól tudjuk követni, hogy mi is történik bennük. És ezek voltak azok az előnyök, amik miatt mondjuk a 90-es évekre az Ebradánió az egyik nagyon gyakori fejlődés, biológiai modellszervezet lett, és később, aztán, amikor a genomikai ismereteink oda jutottak, hogy felismertük, amit az előző szlájdon is mutattam, hogy mondjuk a gének 80%-ának, a fontos mondjuk betegségben fontos gének 80%-ának van megfelelője az akkor elkezdődhettek azok a kísérletek is, amelyek az emberi betegségek modellezését célozták meg. És hát itt látható egy másik gyors összefoglaló, hogy miért is tudjuk, gyorsan használni betegségmodellezésre a zebradániót, és hát ennek az egyik oka, hogy számos olyan kis molekulájú anyag, ami bizonyos jelátviteli útvonalakat gátol, jól működik a zebradánióban, hát ugye ezek vízben fejlődnek eleve ezek az embriók, és elég a vízükhöz hozzá keverni ezeket az anyagokat, de a másik egy nagyon fontos dolog, amiről én is használok a csoportommal, és amiről ugye gyakorlatilag szó lesz a következő percekben is, az az, hogy azok az új generációs genomszerkesztési eljárások, mint a CRISPR, rendszer, nagyon jól működnek ebben a szervezetben és is, és viszonylag könnyen tudunk targetáltan, vagy célzottan elrontani géneket. Tehát, hogyha tudjuk, hogy egy milyen emberi gének szeretnénk létrehozni a betegség modelljét, akkor meg tudjuk keresni a megfelelő zebradániogént, elrontani, és utána megnézni, hogy mi is történik és A másik része, amiről egészen csak említésszerűen fogok tulajdonképpen ma beszélni, az az, hogyha megvan egy ilyen betegségmodellünk, azt ugye egyrészt tudjuk tanulmányozni, megértsük, hogy a mutációtól hogy jutunk a tünet együttesig, de utána fel tudjuk használni, és ez a legújabb nagy előnye az Evradániónak, amit szeretnek kihasználni, arra, hogy gyógyszereket keressünk mégpedig azért, mert hogy ezeket a mutáns lárvákat utána különböző potenciális gyógyszerekkel együtt inkubálva megnézhetjük, hogy melyek lesznek azok, amelyek enyhítik a tüneteket. És ezekből lehet aztán később elindítani különböző gyógyszerfejlesztési kísérleteket is. Körülbelül ugye itt van egy ilyen timescale, hogy hogy, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a kísérlet kezdetétől eljussunk oda, hogy legyen egy vizsgálható vonalunk, és hát durván egy évre van szükségünk, amikor már viszonylag tisztán létrehoztunk egy új mutációt, és tudjuk is tanulmányozni, hogy annak hogyan jön létre a fenotípusa, vagy milyen okok miatt jönnek létre azok a tünetek, amiket látunk három példát szeretnék mutatni a következő percekben, arra, amit a laboromban folyó kutatásokból. Az egyik esetben az, arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy miképp igazolható egy mutáció és egy betegség ok okozatisága. Arról is utána, hogy hogyan használható a zebra egy ismert betegségről új dolgokat tudhassunk meg, és végül, hogy hogyan készíthetünk zebra dánia modelleket, amivel ismert betegségekre új gyógyszereket kereshetünk. És Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az a diszkerin deficienciának, az úgynevezett új zebradánió modellje. Nyilván a hallgatóság nagyon nagy része most hall el, életében először a diszkerinről, úgyhogy néhány szót azért mesélnék erről a fontos fehérjéről, mert azért bennem is még él, élénken az a pillanat, amikor egy kollega megkeresett, hogy ezzel a fehérjével, vagy ezzel a génnel kellene dolgozni, és én teljesen ötlet nélkül néztem rá, hogy ez mit csinál. Azóta nyilván nagyon másképp látom, hiszen az elmúlt hát évtizedemnek egyik meghatározó része lett ez a diszkerinnel való kapcsolatos kutatás. Tehát a tiszkerén egy olyan enzim, ami a különböző sejtekben levő RNS-eket tudja, ahogy szaknyelven mondjuk, poszttranszkripcionálisan módosítani. Tehát ugye a DNS-re átiródik az RNS, és ezt az RNS-t lehet módosítani az egyes bázisoknak a jellegzetességeit egy picit megváltoztatni, és hogyha ez megváltozik az egyes bázisoknak a kémiai jellege, akkor ezáltal akár az rns a térszerkezete, akár a más rns vagy a riboszómák által való interpretációja változni fog. A diszkerin az egy olyan enzim, ami az specifikusan az uridineket fogja megkeresni az RNS-ben, és ezeket egy izomerizációs folyamat során pseudouridinné alakítja át nem mi voltunk az elsők, akik, ez egy elég, bocsánat, amíg hozzátennék annyit, hogy ez egy elég fontos enzim, minden sejtünkben ott van, és tudjuk, hogy ha teljesen elveszti a funkcióját az emlősökben, az nagyon gyorsan általában letalítást okoz. Tehát gyakorlatilag azok az embriók, amelyek teljesen diszkerimentesek lennének, azok még az implantációig, a beágyazódásig se fognak eljutni. Tehát nem mi voltunk az elsők, akik ugye diszkerinnel kapcsolatos tüneteket találtunk, vagy nem a mi kollégáink, akik a Szemmelweis Egyetemnek az egyes számú gyereklinikájáról megkerestek, minket voltak az elsők, akik ilyen típusú betegségeket találtak. Korábban is volt már egy tünet együttes, ez az úgynevezett diszkeratózis kongenita, ami ilyen olyan módon a diszkerinnek a deficienciájához volt köthető. Most ez tipikusan pigmentáció hibákkal, körömdisztrófiával és úgynevezett orális leukoplákiával volt jellemezhető. Ezzel szemben ugye a kollégáink egy olyan betegséget találtak, ami gyerekekben, főleg fiúkban nagyon erős fenotípust okozott, tehát mondhatjuk így is szakszavakkal, gyakorlatilag arról van szó, hogy a fiúk, akik ezt a betegséget hordozzák, és ez egy X-hez kötött betegség, tehát ugye sokkal gyakoribb, hogy egy fiú érintett legyen, ők általában néhány éves korukban meghaltak egy, egy ilyen növek furcsa, senki által nem értett tünet együttesnek a következtében, amelyek része volt az, hogy a veselégtelenség vagy nefrózis volt, ugye szürke volt lehetett megfigyelni az, esető, az esetükben, és még voltak más furcsa tünetek is, amelyek semmiképpen sem voltak összehozhatók azokkal a tünetekkel, amelyeket klasszikusan ilyen diszkeratózis kongenita tüneteknek tudunk. Viszont a genetikai térképezés azt mutatta, hogy csak ebben a génben kell legyen valahogy a hiba, úgyhogy az volt a kérés, hogy akkor nézzük meg, hát ha az Ebradánió segítségével valami újat tudunk mondani arról, hogy hogyan lehetséges, hogy a diszkerinnek köze legyen ez az tünetegyütteshez, ami látszólag különbözik attól, amit korábban ehhez a génhez kapcsoltak. És hogyha most úgyis, ugye itt valahol elméletek, vagy legalábbis az online térben Kolozsváron tartom ezt az előadást, akkor a város egy jeles szülöttjét is érdemes egy picit idehozni, ez pedig Vald Ábrahám lenne, aki az előbb azt hiszem, megnéztem is, 1902-ben született Kolozsváron, majd ugye a Pábes vagy Tudományegyetem elődegyetemén végzett, onnan került ki Bécsbe, illetve aztán a második világháború előtt a Kolumbia Egyetemen kötött ki, és statisztikával foglalkozott. És ennek a az ő statisztikai munkája mind máig meghatározva, amikor betegségénekről is gondolkozunk. Mindjárt elmondom, hogy mit volt, amit konkrétan csinált, egyáltalán nem betegségekkel foglalkozott. De ő vezette be ezt a survivorship bias fogalmat, ami a túlélés megtévesztősége módon lehetne talán nagyon gyorsan lefordítani. És amit itt ezen a dián lehet látni, ezek az úgynevezett ismert diszkerén, vagy ismert DKC1 allélok, amelyeket a korábban és kongenitával hoztak kapcsolatba, és hát ezekről ugye jól látható talán, hogy két részét érintik leginkább ennek a fehérjének. És ezek alapján, hogyha megkérdeznénk általában egy gyanítlan valakit, hogy melyek az igazán fontos részei ennek a fejérének, akkor ő azt mondaná, hogy hát látjuk, hogy hol vannak azok a mutációk, amelyek ugye e, valami módon funkcióvesztést vagy funkcióváltozást okoznak ebben a fehérjében, tehát nyilván ezekkel legyenek azok a veszélyes régiók, amelyeket jobb, hogyha, bé, jobb lenne, hogyha békén hagyna az evolúció, vagy nem, nem, nem születnének itt mutációk, hiszen láthatóan, hogy már vannak. De most Wald Abraham ő, ugye a második világháború alatt konkrétan abban kellett segítse az amerikai légierőt, hogy kitalálják, hogy hol kellene megerősíteni a különböző bombázórepülőknek a páncélzatát. És ehhez ugye ők nagyon-nagyon aprólékos felméréseket végeztek ebben a statisztikai csoportban, arról, hogy a visszatér, bombázásból visszatérő gépeken hol találnak e, lövésnyomokat. Tehát nyilván légvédelmi ütegekkel próbálták ezeket eltéríteni, de azért nem mindig sikerült. És itt van egyébként egy tipikus ábra, hogy hogy néz ki egy ilyen statisztikai elemzés. Hát látható, hogy ugye, ugye a szárnyakban van nagyon sok e, e, különböző becsapódás nyom a törzsnek bizonyos részein, és itt ugye hátul is látunk a, a, a farokszárnyban is bizonyos dolgokat, de vannak olyan részek, ahol nincsenek nagyon lövések. És hát ugye a kérdés az, hogy akkor hol kellene megerősíteni a pálcérzatot, és Valdábrám számos kollégája ugye amellett kezdett kardoskodni, hogy természetesen akkor ugye azokon a részeken, ahol látjuk, hogy számos lövés ért ezek a gépeket, de Valdábrám volt, aki azt mondta, hogy nem, tehát nyilvánvaló, hogy egyforma valószínűséggel következnének be becsapódások bárhol ebben a repülőtestben. És azok a gépek, amelyek visszatértek, akkor ugye azok abban különböznek a többi géptől, akik máshova kaptak becsapódásokat, hogy ők egyáltalán életben tudtak maradni, vagyis vissza tudtak térni. Tehát a páncélos megerősítés ezekben az esetekben azokra a régiókra kellett kerüljön, amelyen a visszatérő gépekben nem is látunk becsapódási nyomot, hiszen ott a becsapódás az gyakorlatilag abban a pillanatban valószínűleg a gépnek a lezuhanását okozta. És ez egy kicsit igaz a fehérjékre is, amikor ugye tanulmányozzuk ezeket, hogy melyik mutáció lehet a veszélyes, és melyik nem, hogy azok a régiói egy fehérjének, amit egy nagyobb humán populációban megnézve is szinte soha nem látunk megváltozva, azok egészen biztos, hogy nagyon fontosak. Hiszen, hogyha ezeket éri valamilyen mutáció, az jó eséllyel már embrionálisan letális lesz, tehát aki ilyen mutációt hordozna, az meg sem fog születni. És itt válik különleges, ez a mi kis kollaborációnk, hiszen itt egy olyan régióban volt ez a mutáció, ami általában a különböző és kongenita allélok által nem érintett rész. Úgyhogy a, amit először, először, csináltunk ebben a, 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 munkában, az az volt, hogy létrehoztunk egy teljes funkcióvesztésre a zebradáni vonalat. Ugye említettem, hogy itt egy, teljesen a testen kívül fejlődnek ezek az állatok, és ezek elég sokáig eljutnak a fejlődésben a részkerén funkció nélkül is, és azt fedeztük fel, hogy számos olyan tünetet hordoznak ezek az állatok, ezek a mutáns állatok, mint amit ebben a családban is megfigyeltek a mi kollégáink a Szemmelweis Egyetemen, tehát eleve ilyen nagyon jellegzetes szürkehályog, fenotípust láttunk ezekben a halakban. Kisebb szemük is volt, ami szintén egy olyasmi, ami jellemző volt erre a vizsgált családra, és a vesélyükben is különböző morfológiai elváltozások voltak jelen. Tehát ez is látható, hogy végül is már egy teljes funkcióvesztéses vonal létrehozásával is sokat sikerült tennünk azért, hogy megértsük, hogy mi is a fiziológias funkciója ennek a fehérjének emberben, és hogy hogyan okozhat valahogy, ugye teljesen, ez még azért kutatás alatt van a valahogy egy picit rész, de a lényeg az, hogy látjuk, hogy valóban okozhat nagyon más tünet együttest is, ugyanannak a fehérjének egy másik típusú mutációja. És most nekünk ugye számos ilyen mutáns vonalunk van a laborban, és ezeket tanulmányozzuk tovább. Van olyan is, ami nem teljes funkcióvesztés, csak funkció csökkenés, ami valószínűleg még közelebb vihet minket ahhoz, hogy az emberi állást, tehát az emberi kondíciót megértsük, hiszen ez a említett családban is egy, inkább egy ilyen funkciógyengülést okozhat az ott jelenlevő mutáció, és azt is látjuk, hogy itt ez a másik ilyen szintén diszkerin funkciógyengülést hordozó vonalunkban nagyon jellegzetesen kisebb méretűek a halak, a pigmentációjuk is nagyon furcsa, és hogyha megnézzük egy ilyen élethoz görbén, akkor azt látjuk, hogy jóval-jóval kevesebb ideig élnek, mint azok a társaik, amelyek vagy csak egy kópiában egy hordozzák a mutációt, vagy pedig egyáltalán nem is hordozzák. És átérnék a másik példámra, tehát ez volt az, amikor azt láttuk, hogy igazolni tudtuk az ebrahal segítségével, hogy valóban egy mutáció, egy emberi családban leírt mutáció, az tényleg azt a tünet együttest okozza, amit gyanítanak, hogy okozza. Ebben a másik esetben egy olyan mutációra lenne szó, ahol nagyon pontosan tudjuk, hogy egy génnek a funkcióvesztése emberben milyen tüneteket okoz. Ez pedig az úgynevezett Bloom-szindróma lenne. A Bloom helikáz az egy olyan fehérje, ami az úgynevezett genomintegritás folyamatában tölt be nagyon fontos funkciót, arra vigyázz, hogy a DNS-ünkben ne lekeretkezzenek feleslegesen mutációk. És ez a Bloom szindróma, ez szintén már évtizedek óta ismert tünetegyüttes, tehát látszik, hogy különböző bőrtüneteket mutatnak azok, akik ebben a szindrómában szenvednek, a növekedésben is elmaradnak, és hát az is megfigyelhető itt ezt a két képet össze, hasonlítva, hogy sokkal gyakorabban töredezik és kereszteződik át a DNS az ő sejtjeikben, mint egy normál sejtben tenni, ami mind az alapján, amit a genomnak az integritásáról, a genom egészségességéről tudunk, az ez valószínűleg egy, nem egy jó dolog, hogyha sokat töredezik a DNS-ünk. szerencsére kiderült, hogy az Ebradánióban is megtalálható ennek a DLM fehérjének egy verziója, úgyhogy akkor ennek megfelelően megpróbáltuk ezt is elrontani. Most nagyon röviden összefoglalva, először az első megfigyeléseink talán egy kicsit meglepőek voltak, ugyanis nem találtunk bizonyos szempontból olyan fenotípusokat, vagy olyan következményeket ezekben a mutánsokban, amelyekre azt gondoltuk volna, hogy szinte biztos, hogy ott kell legyenek. Ez az egyik dolog, amit vártunk volna, hogy egy genomintegritásért felelős gént kiütünk, hogy megnövekszik azoknak az eseményeknek a száma, ahol látjuk, hogy valamilyen okból a, a DNS nem tudja megjavítani magát a sejtekben, és ehhez egy olyan hiszton variást használtunk, ami nagyon jellegzetesen a DNS törések mentén szokott beépülni a kromatinban, ez ugye ez a gamma H2 AX lenne, de azt találtuk, hogy azoknak, a, hogyha megszámoljuk a mutáns halakban és a nem mutáns testvéreikben, hogy hány ilyen DNS töréses lúkusz látunk, akkor nincs szignifikáns különbség. Másik meglepő dolog volt az, volt, azt gondoltuk, hogy jó, hát ilyen homeosztatikus vagy alapállapotban nem látunk különbséget, de hogyha egy kicsit rásegítünk valamilyen genotoxikus befolyásra, például besugározzuk ezeket a halakat, vagy pedig különböző kémiai ágensekkel kezeljük, akkor, akkor talán látszani fog, hogy a Bloom Mutánsaink kevésbé tudják megjavítani a DNS-üket. És hát ebben az esetben sem láttunk igazi különbséget. Itt csak azt mutatom, hogy ha megnézzük, hogy milyen fenotipusok jöntek létre a besugárzás után, az enneknek az eloszlásában nem láttunk különbséget azokban az állatokban, ahol egyáltalán nem volt jelen a mutáns alélünk, vagy mondjuk azokban az állatokban, ahol homozigóta formában volt jelen ez a mutáns alél. Tehát itt azért ugye felmerülhetne mindenkiben, hogy akkor egyáltalán van-e valamilyen hatása mutációnak de mutációnak alapvetően van hatása, ami nagyon hasonlít bizonyos szempontból az emberben leírt fenotípusra, ugyanis az egyik dolog, ami ember, a Bloom szindrómás betegekben megfigyelhető, az a csökkent hát fertilitás, vagy kvázi sterilitás, tehát ugye nem tudnak ezek az emberek általában utódot nemzeni, és ezt figyeltük meg például a, Bloom homozigóta hímjeinkben is. Azt lehet látni, hogyha megszámoljuk azokat, a, hogy hány megtermékenyített embrió van, hogyha mondjuk egy vad típusú hímmel keresztezünk egy nőstényt, vagy pedig egy Bloom homozigóta hímmel egy nőstényt, akkor látjuk, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés megtermékenyített embriót fogunk látni, és ennek az oka az, hogyha ezeknek az állatoknak ki vesszük a tesztiszét, és lemetszik, hogy látható, hogy míg a testvérekben ott bőven megtörténik, hogy a spermatogenezésnek a folyamata addig ezekben az állatokban nem. Itt ezek a kis fehér csillagajelzett klaszterek azok, ahol az érett spermiumok lennének, és ilyent egyáltalán nem fogunk találni a mi mutánsainkban. Másik dolog, ami nagyon fontos, hogy azt is meg tudtuk figyelni, hogy a Bloom homozigótáinknak lecsökken az élettartalma. Ez megint olyasmi, amit az emberekben is látunk. Tehát, hogy mégis van valamilyen fajta fenotipus, még hogyha nem is olyasmi, amit az emberben láttunk volna. És ami meglepőbb volt, Elsőre, aztán az irodalomnak a szorgalmas és kitartó után egy picit napra tudtunk hát, hát egy kicsit azt gondoltuk, hogy, hogy, végül is ez nem volt annyira váratlan, hogy azt figyeltük meg, hogy minden egyes Bloom homozigóta állatunk az egyben hím is. Ezt, ezt, többször megismételtük azóta, itt két példa látható, de akárhányszor megismertük, ez mindig igaz volt. És hát az, hogy ezt megértsük, az nagyon röviden, és itt tényleg nem akarom az időt a végtelenségig húzni majd, de egy picit beszélnem kell arról, hogy ugye a zebra dánióknak már gerincesek, különleges a nem meghatározása, ez nem egy genetikai meghatározás, nem egy olyan XY rendszer, mint ami az emberben is jelen van, ahol tudjuk, hogyha az Y kromoszómát örököl valaki, akkor hím lesz belőle, vagy hát férfi lesz belőle, hanem arról szól a dolog, hogy van az embrionális fejlődésnek egy korai szakasza, amikor környezeti és genetikai faktoroknak egy különleges összjátéka biztosíthatja azt, hogy azok az ivari őssejtek, amelyek már az embrióban is jelen vannak, ebben a korai korszakban, ezek így zöld pöttyökkel vannak jelölve, ezek vagy felszaporodnak, és nagy számban lesznek jelen, és akkor abból az egyedből később egy nőstény lesz, vagy nem szaporodnak fel, csak ilyen köztes, és átmeneti módon szaporodnak fel, és ebben az esetben ezek kevesen lesznek, akkor ebből az egyedből később egy hím lesz. És hát ez az a dolog, ami nem fog végbe menni, ez a felszaporodás tulajdonképpen, ami nem megy végbe a mi Bloom homozigót állatainkban, meg tudtuk számolni megfelelő transgénikus vonalaknak, riporter vonalaknak a segítségével, hogy hány ilyen ivarsejt, ősi van jelen ezekben a halakban, és azt lehet megfigyelni, hogy még ugye a testvérpopulációkban általában egy ilyen kettős eloszlás van, hogy vagy vannak olyanok, akikben elég sok van, vannak olyanok, akikben elég kevés, addig a Bloom homozigótákban mindig viszonylag kevés ilyen ivari őssejtet találtunk, és hát ez mutatja azt, hogy valamiért a Bloom homozigótákban nem tudnak mitotikusan osztódni ezek az ivari őssejtek, és nem tudnak felszaporodni, és ennek a hiányában aztán nem tud létrejönni a nőstényekre jellemző fenotípus sem. Úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy ez kellene történjen, ugye egy teljes normális e, az Ebradányóban, ehelyett viszont valami ilyesmi történik, ugye egyrészt nem következik be az a expanziója ezeknek az ivari ami lehetővé tenni, hogy nőstények jöjjenek létre, másrészt ugye ez az a másik folyamat, ami az érését biztosítaná a hímivar sejteknek. ez szintén nem fog bekövetkezni, ezért aztán meg kell fogunk e, találkozni ebben az esetben a Blumhozi volták között, és azok is sterilek lesznek. Tehát ez volt a második példám, ugye azt mutattuk be, hogy itt jól értjük, hogy ugye emberben is, hogy hogyan függ össze egy mutáció és egy tünet együttes, de a közti részben azért vannak homályos foltok, és például ilyen érdekességeket tudunk találni, hogyha az ebradániókat is bevonunk, hogy egy genomintegritásért terelős faktor, az mind valahogy a számtartó vagy mitotikus sejtosztódásokban e, e, szerepet játszik, mind a számfelező vagy meotikus sejtosztódásokban, hiszen itt látjuk, hogy mind a két fajta sejtosztódást valamiképpen befolyásolta az, hogy ez a Bloom helikáz nem volt jelen a rendszerben. És akkor a harmadik ilyen betegség példa, amit itt még megemlítenék, az az úgynevezett pseudoxantoma, bocsánat, elasztikum nevű emberi betegség, ami egy ilyen hát, bőrnek a messzesedésével járó folyamat, ami nagyon gyakran a szemet is érintheti, illetve van ennek egy sokkal durvább verziója, ami már egy is nagyon hát, erős tünetegyüttes tud okozni. Itt már szintén évek óta lehet tudni, hogy egy ABCC6 nevű transporter molekulának a mutációjának a, ebben az esetben is a tünetegyüttes háta mögött. és ugye a legtöbb esetben a betegség modellezéseknek a célja, hát egyrészt megérteni, hogy ez a transporter mit transportál, mert tulajdonképpen évtizedes munka ellenére ez még mindig egy picit misztikus. Másrészt viszont, felhasználva a különböző betegségmodelleket megpróbáljunk valamilyen gyógymódokat kitalálni, vagy olyan az eddigi gyógymódok mellett újakat találni, amelyekkel a tünet együttes enyhíthető, enyhíthető, a betegekben. És hát itt is ugye az volt, hogy mikor elkezdtük a munkát, ez szintén egy ilyen évtizedes munka, ami pár héttel ezelőtt, vagy hónappal ezelőtt ért aztán be odáig, hogy egy publikációt tudtuk elvinni, akkor még nem voltak ilyen mutáns törzsek, úgyhogy mi is nekiáltunk, megkerestük, a, itt két gén is megfeleltethető az emberi ABCC6 génnek az ebrodányú ezeket mind a kettőt elrontottuk, és azt figyeltük meg, hogy az egyik, az ABCC6A-nak nevezett gén esetében, hogyha az elromlik, akkor nagyon korán megindul egy túl korai csontosodás rajzsi folyamat ezekben a lárvákban, és ezt mindenképpen szépen számszerűsíteni is lehet, és ez egy nagyon szignifikáns különbség a közt, amit egy normális kontrollállatban látnánk, vagy ebben a másik állatban, ráadásul itt hogy ez itt a fekete nyílhegy is mutat, ilyen különböző ektopikusnak is nevezett, vagy hát olyan helyen bekövetkező, ahol nem kellene ilyesmi legyen, csontosodás, messzesedés is elvégezhető. És utána ezeket az állatokat felneveltük, és egy nagyon jellegzetes, ilyen furcsán görbült fenotipust mutatnak, tehát nagyon furcsán néznek ki, ami utána a micro -ct és másfajta vizsgálatok során bebizonyítottuk, hogy ez azért van, mert hogy a csigolyáik közt nagyon gyorsan elmeszesedik a szövet, és tulajdonképpen a csigolyák nem tudnak egymás mellett nyugodtan elmozdulni, hanem végül is összefornak egy ilyen furcsa görbe, hullám alakú valami jön létre, és a hal nem nagyon tud semmilyen irányban ugye, elmozdítani a fejét, vagy a testét és egy idő után már csak nehezebben. És hát ugye, amíg csináltuk ezt a kísérlet sorozatot, addig másoknak is eszébe jutott, hogy már hasonló modellek szintén Zebradányon kijöttek, de mindegyiknek ugye az lenne a célja, hogy most már megvan a vonalunk, és ezt fel tudjuk használni a későbbiekben arra, hogy különböző gyógyszereket kereshessünk. Itt megint elő, előny az, amit már George Streisinger is megfogalmazott, hogy egy nőstény rengetegik rá tud tenni. Ezeket egy ilyen hát 96 lyukú plétnek nevezett valamire rá tudjuk tenni. Itt 96 lyukat kell elképzelni egy tudom is, egy kb. 10x8 cm-es téglalap alakú pléten, hát ugye műanyag alkalmatosságon, és mindegyikben, hogyha teszünk néhány embriót, illetve különböző gyógyszermolekulákat, akkor meg lehet figyelni, hogy a különböző ilyen lyukakban mennyire fogják jól, vagy jobban, vagy kevésbé jól érezni magukat a halak. És így lehet aztán, hogyha van egy megfelelő markerünk keresni olyan lehetőségeket, amelyek ugye, vagy olyan gyógyszer alapanyag, potenciális gyógyszer alapanyagokat, amelyekkel a tünet együttes az csökkenthető, és hát itt ebben a e, konkrét cikkben itt ugye azt figyelték meg, hogy mondjuk ugye a K-vitaminnak valam, valamilyen hatása, e, ami inkább enyhíteni a tüneteket, a warfarin nevű molekának pedig egy inkább a tüneteket súlyosbító hatása figyelhető meg. ez már mások elkezdték ebbe ezt a munkát, de nekünk mi azt gondoljuk egy picit érdekesebb és e, jobb a vonalunk, hiszen mi mind a két e, zebradányok paralógót e, kiütöttük, és ezt a munkát szeretnénk majd a későbbiekben folytatni, e, és megkeresni, hogy milyen olyan molekulák vannak még, amelyekkel esetleg ezt a tünetegyüttest, a pseudoxantóma elasztikum együttesét csökkenteni lehetne. És akkor a legvégén egy picit azért csalnék, mert ugye monogénes betegségeket harangoztunk be az elején, vagy harangoztam be az elején, de beszélnék egy picit arról is, hogy hogy nem feltétlenül monogénis betegségeket, hanem ilyen általános tüneteket is hogyan lehet nagy áteresztő képességű rendszerekkel vizsgálni az felhasználásával, és ehhez különböző viselkedéseket használnánk fel. Tehát ezek a hal lárvák is még viszonylag kicsik és azért akár egyetlen egy mikroszkóp alatt, vagy egy kamera alatt is nagyon sokat lehet egyszerre párhuzamosan megfigyelni, és egy számítógép az képes lesz ezeket elkülöníteni, amint olyan kicsi terekben mozognak, és mindegyik külön állatot, amit egyszerre vizsgálunk meg, azokat párhuzamosan tudjuk jellemezni a mozgásukat. És egy három, négy, öt napos lárvának már nagyon jellegzetes mozgása van, van a dolgok, amiket preferál, inkább a, mondjuk a, ennek a kistérnek a szélein szeret lenni, a közepében nem nagyon szeret menni. van egy diurnális ritmusa is, tehát hogy mondjuk nappal általában aktívabb, mint éjszaka, számos jellegzetessége van ennek a viselkedésnek, amit egyrészt meg lehet nézni, úgyis különböző genetikai, anyagokkal, genetikai beavatkozásokkal hogyan lehet megváltoztatni, tehát mutánsoknál is meg tudjuk figyelni, hogy megváltozott-e bármi módon az ő viselkedésük, a másik lehetőség pedig az, hogy ugye különböző anyagokat adunk az ő kis tégejükbe, és megnézzük, hogy most akkor másképp viselkednek-e, vagy pedig sem. Ugye ez szintén egy olyan dolog, amit most már évtizedes távlatban végeznek a kollégák. Tulajdonképpen amiben lehet különbségeket tenni, hogy ez a viselkedési paradigma, amit vizsgálunk, ez a viselkedési teszt, amit vizsgálunk, ez miről fog valamilyen információt adni. És amit a Ötvös Lóránt Kutatóhálózat Központi Orvos Kutatóintézetében dolgozó fiatal kollégáimmal együtt kollaborációban csináltunk, kifeleztettünk egy, egy újfajta ilyen szorongás tesztet, amivel egyrészt szorongás fokozók és gátlóknak a Tesztelését lehet megvalósítani. Tehát ennek a lényege, ez egy ilyen keresztpalló, vagy fordított keresztpallós dolognak kell elképzelni, hogy van ez a kis T-alakú, vagy hát keresztalakú, egyébként 3D nyomtatással készülő valamink, ami hát talán akváriumnak nem nevezném, mert ahhoz túl kicsi. A lényege az, hogy itt vannak mélyebb karjai, ez a sötét kékkel jelölt dolog, ott ugye picit mélyebb a víztömeg, ami van, és vannak sekélyebb részek, amik itt sárgába vannak jelölve. A közép az egyébként ugyanolyan mély, mint a két széle, de nyilván, hogy az középen van, és eleve, vagy mondtam, a hallárváknak van egyfajta óckodása attól, hogy mennyire mehetnének ide be középre. És hát a mint itt látható, most középen ugye ezeket fel tudjuk venni nagy mennyiségben, és ezek a halak ott valahogy viselkednek. Az egyik érdekesség, ami megfigyelhető, hogy alapvetően, ha egy Zebra lárvát nézünk, akkor ő egy kicsit szorongó típus, ezt pedig úgy tudjuk lemérni, hogy ő nem nagyon szeret belemenni a sekély karokba. Tehát, hogyha választania lehet, és itt ez jól látható, akkor ő alapvetően inkább ezt a mi kart szeretné preferálni, és ott tölti elsősorban az idejét, egy kicsit és szignifikánsan kevesebb időt töltenek ennek megfelelően a közepén, ennek a furcsa kis keresztpal, fordított keresztpallós alkalmatosságnak, vagy pedig a sekélyebb részeken. Erre a szorongásra, az alapszorongásra, ami az valamennyire az alaptervizet ennek a lárvának, rá tudunk erősíteni, hogyha koffeint adunk neki. Tehát itt látható, hogy egy koffeint adva a vízükbe sokkal inkább, még inkább a mi kart fogják kedvelni, és szinte egyáltalán be sem mennek a másik két régióba. Még hogyha egy olyan tipikusan ismert szorongás oldót, mint a buspiron nevű anyag kerülünk a vízükbe, akkor ez a gátlás, ez a félelem, ez a szorongás, ez elmúlik, úgy tűnik. Úgyhogy most van ez az újfajta rendszerünk, és hát ezt szeretnénk például a jövőben például arra felhasználni, hogy különböző ugye potenciálisan a szorongásban valamilyen módon szorongást valamilyen módon befolyásoló anyagokat tudjunk tesztelni, mert az, hogy ez egy nagyon jól látható és nagyon erős paradigma, viselkedési paradigma, amit találtunk, és hát ugye látható, hogy korábban már más tesztekben is validált szorongás, gátók és szorongás fokozókkal is sikerült bebizonyítanunk, hogy ez tényleg úgy működik, ahogy kell működjön. Úgyhogy összefoglalásként, amiről itt most beszéltem, az egyrészt egy új betegségmodell volt, aminek a segítségével igazoltuk egy gén kóroki szerepét egy betegség kialakulásában. Ez volt ugye a diszkerinről szóló rész, ezt Tori Kálmán a kollaborációban végeztük ők, ugye a Szemmelweis Egyetem egyes számú gyerekklinikáján dolgoznak, van egy ismert kóroki szerepű gén esetében a géntermék új biológiai szerepére szolgáltattunk bizonyítékot, ugye a Bloom szindróm esetében bebizonyítottuk, hogy például az ebrodániónak a nem meghatározásában is van valamilyen szerepe. Ezt Kovács Mihály eh, kollégámmal, aki az ELTE biokémia tanszékén dolgozik, közösen csináltuk. Végül a harmadik példa, amit hoztam, ilyen monogénes betegségek esetében az a gyógyszer alapanyag tesztelésre alkalmas vonal létrehozása volt, és ezt Váradi Andrással, aki az Ötös Loránt Kutatóhálózat Természettudományi Kutatóközpontjának enzimológiai Intézében, intézetében dolgozik, közösen végeztük. És akkor a legutolsó, ez a kis kicsit csaló, módon becsempészett információ, hiszen ez nem monogénes betegség volt közvetlenül, az arról szolgáltatott információt, hogy a szorongásos betegségek vizsgálatára egy új, nagy átteresztő képességű kísérleti paradigmát állítottunk be, és hát ezt Varga Zoltán és Alicki Manó segítségével kezdtünk el ezt a projektet, ők pedig a, ELKH az kiban dolgoznak, ahogy ezt már említettem. És akkor a legvégén egy köszönetnyilvánítást illet mindenkit, leginkább a kutatócsoportom sok ifjú tagjának szeretném megköszönni azt, hogy ugye ebben az egész sztoriban, vagy ezekben a különböző sztorikban velem voltak, és ugye hát egyrészt bizalmat szavaztak annak, hogy én lehessek a témavezetőjük így úgy, de azért végül is összekötve az életünket, Ugye több éven keresztül, egy leginkább a csoportomnak a most még aktuális tagjai tüntettem fel, az egyetlen kivétel a Sporo Claudia őt azért tettem be már a végzettek közül, mert a PXL modell létrehozásában neki nagyon fontos szerepe volt, és hát itt vannak még más kollégák, akikkel ezekben a konkrét projektekben együttműködtünk, és ezen kívül is még számos másik projekt van, amelyekre most nem szóltam, és ezért a elnézést is kérek, hogyha valaki úgy érzi, kihagytam volna, de most tényleg ezt a köszönetnyilvánítást azoknak a témáknak próbáltam szentelni, amelyek itt is előkerültek az előadás során. És végül köszönöm szépen a figyelmet, illetve hát nyilván, mint minden kutatás, ez sem magától és ingyen valósul meg, hanem van egy támogatása, amiben itt alul feltüntettem a különböző támogató forrásokat, ugye ezek közül kiemelném még a Eltének van egy ilyen diagnosztika és terápia programja, és abból nagyon sok segítséget kaptunk ahhoz, hogy ezek a kísérletek ezek lezajlódhassanak. Úgyhogy akkor köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha bárkiben felmerült volna valamilyen kérdés, akkor nagyon szívesen megválaszolom. Köszönjük szépen az erőadást, Máté, és én úgy tudom, hogy van is egy kérdés, úgyhogy megkérem Renit, hogy segítsen ki, és olvassa fel a kérdést. Mondom is. Balázsi Gábor kérdezi, hogy hogyan befolyásolja az ábrán látható TP53 tumor szupresszor a nemek meghatározását a Bloom szindromás halmodellben. -hal Összefügg ez a hatás a DNS hibák javításával, és van eltérés a normál VAT-típusú halakhoz képest? Ez egy nagyon jó kérdés, és mindmáig egy kevés értett aspektus, nem is tértem ki ezt a TP53 vonalra túlzottan. Tehát, hogyha a TP53 vagy hát a klasszikusan ismerjük P53 mutás halakat vizsgálunk, akkor azok hát kevesebb ideig élnek, megnő bennük ugye a tumoroknak a gyakorisága, de egyébként a nem meghatározásukkal nincs semmilyen probléma. Ugyanakkor nagyon sok DNS hibajavításban szerepet játszó génről tudjuk, hogy valamiképpen befolyásolja, ugye a zebra esetében a nem meghatározást, és érdekes módon, ez majdnem mindig arról van szó egyébként, hogyha ezek mutálódnak, akkor csak hímeket találunk a homozigóta mutánsokban, és nagyon gyakran ez a fajta nemek nem nem közti eltolódás, ez benekíthető azzal, hogyha TP53 mutációt is bekeresztezünk. Tehát egy, ugye egy, egy, egy ilyen típusú kettős mutáns, az nagyon gyakran ott megint hát nem is 50-50 százalék, -50%, de a normálhoz közeli állapotok fognak beállni, lesznek hímek is, és nőstények is. És egyébként valamiért ez nagyon érdekes, de egyelőre úgy tűnik, hogy a Bloom ebből kivétel, és itt hiába veszítjük el a TP53-at is mondjuk a háttérben, tehát hiába keresztezzük be a Bloom utánsainkat a TP53 utáns háttérbe, továbbra sem fogunk nőstényeket találni. És ez, ez, egy, ez egy misztikum. Tehát eleve, hogy miért van a TP53-nak ilyen szerepe. Hát az egyetlen dolog, amit fel lehet vetni egyébként, tehát, nem, tehát vannak jó ötletek rá, hogy ahogy mutattam, a, ezek az ivari őssejteknek van egyfajta ilyen expanziója, a, és hát hogyha itt nem növekszik meg kellően a számok, mondjuk azért, mert bekapcsolódik többen az apoptózis a programozott sejthanál, ami általában azért P53-on keresztül megy, akkor ez az expanzió az soha nem fog elérni azt a kritikus értéket, ami ahhoz szükséges, hogy nőstények jöhessenek létre a végén. Úgyhogy például ez az egyik elgondolás arra, hogy hogyan tudja a TP53 hiánya valamiképpen menekíteni a dolgot, de hogy normális esetben a TP53-nak milyen szerepe lehetne egy normál egyed meghatározásban, az mondom egy kicsit misztikusabb, hiszen nem látunk eltolódást a TP53 mutánsakban ahhoz képest, amit várnánk. Köszönöm szépen. Megkérdezem Renit, hogy esetleg újabb kérdés érkezett-e. Közben frissítettek, nézem. nem érkezett más kérdés. Akkor, akkor én, én, a szokásos kibeszélős kérdésemmel jövök, és azt kérdezem Mátétól, hogy ugye két kérdést szoktam mindenkinek feltenni, aki részt vesz ezen az előadás sorozaton. Ez egy kicsit ilyen kibeszélős, de azért nyilván kapcsolódik a kutatáshoz. Az egyik az, hogy Máté, miért kutatás? Hogy, hogy, hogy lett belőle lehet kutatóbiológus? Mert nyilván egyetemi oktatóként kutatással foglalkozol, ez egyértelmű. Mi, mi, volt az, ami megkapott, mi, mi volt az, ami, ami ebbe az irányba vezetett téged, és a másik kérdés pedig az, hogy miért pont az Ebra Dánio? Most azt is lehetem mondani, hogy miért pont a genetika, de maradjunk csak annál, miért pont az Ebra Jó Részben választottál rá, de azért kérdezni, hogy van-e esetleg valamilyen más indítatás motiváció ebben a dologban, és hogy látsz-e esetleg esélyt arra, hogy, hogy mondjuk, ugye ez a másik klasszikus kérdések kutató számára, hogy csak vagy ne csak Szóval váltaná le modellállatot például, vagy, vagy akár a genetikán belül? Jó, hát hogy miért lettem kutató, hát ez inkább ez, ez, úgy van, hogy miért lettem biológus, talán ez az a helyesebb kérdés, ami, ami jobb választ tud adni az, és én még azok, tehát szerintem ez egy viszonylag gyakori dolog volt az én hogy az ember sok Gerald Darrell könyvet olvasott, és elkezdett érdeklődni a biológia iránt. Persze azért az ember, ugye, hogyha abban az időben olvasott könyveket, és akkor ugye nem csak Darált, hanem egy idő után Lorenz, meg más uh, műveket, és akkor elsősorban ugye, nálam a középiskola éve, ma, uh, éveim, évei alatt néhány Richard Dawkins és hasonló ismeretterjesztő szerző által írt műsor kezembe került, és azok elkezdtek hozani a genetika felé, úgyhogy az mondjuk 10 éves koromtól számomra egyértelmű, hogy én biológiával akarok foglalkozni, és hát mondjuk olyan 16 éves koromra az is úgy megérett bennem, hogy ebből is engem a genetika az valamiért nagyon érdekelne, hogy ez az információ hogyan áramlik a különböző rét, hát a sejtnek a különböző részei között, és hogy hogyan befolyásolható egyáltalán. Hogyha miért pont Zebradánió? Ez egy picit, szeretném azt gondolni, hogy jókor voltam jó helyen, tehát hogy még amikor doktori iskolában jelentkeztem annak, idején még felfutóban volt a Zebradániónak a népszerűsége, de hogy engem megragadott már akkor is, hát akkor még nem tudtam, ugye George Stricinger munkásságáról semmit, de mindenki mindig elmondta ezeket az általam is említett előnyöket, és ezek, ezek úgy nekem is. Beakadtak, hogy ez, ez úgy tűnt, hogy ez tényleg logikus, meg hogy ez egy jó ötletnek tűnhet ezzel a állatkával foglalkozni. És hát utána valahogy beleragadtam, bele Tehát a doktori alatt kezdtem el foglalkozni az Eblodániókkal, és azóta is meg, megmaradt ez a dolog. Uh, amit kérdezel a váltásról, hát ugye, azért attól függetlenül, hogy, hogy az Eblodánióval foglalkozom, most már nem azt a kutatási vonalat viszem, vagy hát tulajdonképpen azt is valamennyire viszik, de azért az valamilyen eh, csendesen hátul eh, folyik, amivel a doktorim folyamán is mondjuk foglalkoztam, ami arról szólt, hogy hogyan, hogyan alakulnak ki bizonyos testengelyek az emberei embryonális fejlődés során. Most elsősorban bocsánat, eh, ilyen emberi betegségmodellezést csinálunk, hogy innen váltan -e az ember, hát vannak olyan biológiai kérdések, ahol ahol lehet, hogy lehetne váltani, vagy nem is teljesen váltani, de egy komplementer rendszereket behozni. Vannak is olyan esetek, ahol ezeken már dolgozunk, vagy gondolkozunk, de hát még, ott még nem minden öt vannak azok az eredményeink, meg ahol ezeket megmutatnám. De igen, tehát fontos szerintem mindenkiben tudatosít, hogy tud, mindenkinek fontos, hogy tudatosítsa magában, hogy azért ne legyen a, mondjam, a viccbeli kalapácsos ember, ugye, akinek minden probléma egy szög. Tehát, hogy mindenre ugyanazt az egy megoldást próbáljuk ráhúzni. És ugye annak ellenére, hogy nekem nagyon sok, nagyon sikeres kollaborációm született abból, hogy itthon ezt a zebra dánió fejlődés genetikát talán először kezdtük el csinálni. Szerintem érdemes mindig gondolkozni abban, hogy egy miugai kérdésre mi a legalkalmasabb modellrendszer, amivel választ lehet adni, és néha őszintének kell lenni, nem feltétlenül az a modellrendszer, ami egyébként közel áll a szívünkhöz, és amivel egyébként szívesen dolgozunk. Azt hiszem, ez egy ilyen tökéletes zárszó volt, abszolút egyetértek vele, és nagyon tetszett ez így, ez így szerintem nagyon találó volt, és Különösen az a, az a dilemma, ugye, hogy nem biztos, hogy a szívük köz közel áll, és be kell ismernünk, ez, ez teljesen így van. Úgyhogy én nagyon köszönöm ezt, a, ezt az utolsó mondatot is különösen, és köszönöm Máténak, hogy eljött. Köszönöm, hogy elfogadta a, a meghívást. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt ezen a délutánon, legyen az biológia tanár, otd kázó, biológus hallgató, ökológus hallgató, vagy közé. Iskolás, vagy egyáltalán csak érdeklődő, és én nagyon remélem, hogy a továbbiakban csatlakoztok hozzánk. Várunk mindenkit nagy szeretettel pénteken egy újabb előadásra, az, az előszoba egy újabb kiadására, ezúttal Balúl fog előadást tartani, rovarokról, evolúcióról és más egyéb nyalánkságokról. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm Máté, hogy jöttél. Sziasztok! Sziasztok, viszont viszontlátásra! Viszontlátásra!